Cserpakovics András polgármester köszöntőjével zárult az Icsi színpadon a Királyi Napok programsorozata. A rendhagyó összművészeti esten a kultúra barátai egy 200 fős produkció varázslatának lehettek részesei, amelyben városunk kiemelt művészeti együttesei léptek fel. A táncos produkciókhoz az Albarégia Szimfonikus Zenekar és a Székesfehérvári Helyőrségi Zenekar biztosította a zenei élményt. Egyszerű volt, mert mindenki magas szinten dolgozik. Tehát azt gondolom, hogy a hivatásos együttesek mellett a város amatőr együttesei egy fantasztikus színvonalat képviselnek, és ez mindig egy nemes feladat, hogy egy hivatásos zenekar vagy egy bármilyen hivatásos együttes a szó legnemesebb értelmében ki tudja szolgálni ezeket az amatőr együtteseket. Azt gondolom, hogy ez ma este egy olyan ékes példája lesz, amit hát már szerintem nagyon rég lehetett látni, talán egy kicsit hiánypótló is a mai este. Az Albarégia táncegyüttes művészeti vezetője Majoros Róbert számára, aki Ruf Tamással közösen álmodta meg az est programját, rendkívüli kihívás volt az összeállítás megszületése. Hatalmas kihívás, de egyben egy nagyon megtisztelő, meg egy nagyon felemelő érzés, főleg így a fő próba után, meg főpróbán már túl vagyunk, és látjuk azt, hogy valami jó sikeredett ebből, úgyhogy abszolút, most már azt mondom, hogy egy nagyon jó érzés. Persze hatalmas munka van, de hát ezt a munkát hála Istennek nagyon sokan végeztük, meg találtuk ki, úgyhogy így azt gondolom, hogy azért szépen összeállt. Novák Péter mélységesen emberi üzeneteivel egy olyan emlékezetes és egyedi stílus kavalkáddal szembesülhetett az Icsi színpad közönsége, a tánccal, a klasszikus és popzenei műfajt ötvöző dalokkal, ami méltó zárása volt a Királyi Napoknak.